Ez a pályázat sikeres volt, eredményes, így létrejött a Tolna megyei foglalkoztatási paktum projekt. Többek között a Tolna megyei foglalkoztatási paktum projekt sikeréről is szólt a vállalkozói kerekasztal beszélgetés Bonyhádon. A kerekasztalban résztvevő vállalkozók és szakemberek a szakképzésben való változásokról folytattak beszélgetéseket. Dömötör Csaba, a Szekszárdi Szakképzési Centrum kancellárja kiemelte, azért fontos a vállalkozókkal való kapcsolattartás, mert ez segítheti a szakképzés helyzetét. Jelentős változás, hogy a kancellárok feladatkörébe tartozik a vállalati kapcsolattartás, és ennek egyik fóruma lehet mindig a vállalkozókkal való kapcsolattartás, ami nekünk a duális képzés szempontjából nagyon fontos. A szakemberek másik témája a kis- és középvállalkozások fejlesztése volt. A vállalkozásokat gyakornoki, valamint foglalkoztatást ösztönző pályázatokkal is segítenék, mondta Hornok Jenő, a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozás fejlesztési osztályvezetője. Három pályázati lehetőségről fogok említést tenni a vállalkozásoknak. Gyakornoki pályázatról, illetve foglalkoztatást ösztönző pályázatokról, ahol munkahelyenként 2 millió, illetve 2 millió 400 ezer forint visszanemtérítendő támogatás is igényelhető. A Tolna megyei foglalkoztatási paktum projekt a terület és településfejlesztési operatív program keretében valósul meg. A paktum elsődleges céljai közé tartozik a foglalkoztathatóság és a foglalkozás növelése. Ezen célok megvalósítására Tolna megye 1 milliárd 255 millió forint támogatásban részesült a magyar kormánytól.